Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus tanított, valaki megszólalt a sokasságból. Mester, szólj testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. Ő így válaszolt neki. Ember, ki hatalmazott fel engem, hogy bírátok legyek, és elosszam örökségeteket? Majd a tömeghez fordult. Vigyázzatok és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete. Példabeszédet is mondott nekik. Egy gazdag embernek a földje bőséges termést hozott. Így okoskodott magában. Mit tegyek? Nincs hová gyűjtsem a termésemet. Tudom már, mit teszek. Lebontom csűreimet és nagyobbakat építek, oda gyűjtöm majd a termést és minden vagyonomat. Aztán majd elégedetten mondom magamnak, ember, van elég vagyonod, eltart sok évig. Pihenj, egyél, igyál, és élvezd az életet. Ám az Isten így szólt hozzá. Esztelen, még az éjjel számon kérik tőled lelkedet. Kié lesz mindaz, amit szereztél? Így jár az, aki kincset gyűjt magának, ahelyett, hogy Istenben gazdagodnék. Ezek az evangélium igéi.